Nyilván az újság, hogy az újságíróknál azért az érzelmi dolgok irányítanak a legjobban. Talán akit eddig még nem említettem, az Aristo Vévi lenne. Mondjuk a női kategóriában, akkor maradjunk a férfinél. A férfi kategóriában a Berki Krisztiánt emelném ki. Volt alkalmad látni a versenyét? Nem, sajnos egy időben játszottunk. Azt hiszem, hogy a mindegyed döntőnk és az ő döntője egy időben ment, és talán emiatt éreztem ezt a kimagasló érzelmi löketet. És akkor Aristo Vévi a nőknél? Nőknél Aristo Vévit emelném ki, igen. Én emlékszem még, mikor ő úszott, aztán vízilabdázott, más sportokat is kipróbált az úszás után, és hatalmas erővel most megnyerte a hosszú távúszásban az olimpia aranyérmet. Szerintem óriási nagy küzdés volt neki, úgyhogy én neki adnám oda. Na, akkor ne kerüljük meg a csapat helyzetet se. A női vízilabda válogatottnak milyen esélyeit látod ezen az évvégi összegző szavazáson? Hát sajnos semmiet. Ugyanis negyedikek lettünk, bár saját magunknak azért odaadnék egy olimpia aranyérmet, minimum, de én szerintem óriási eredmény az, hogy kijutottunk, és az, hogy negyedikek tudtunk lenni, bár benne volt egy jobb helyezés is, de olyan csapatok nem jutottak ki, akik velünk egy szinten voltak, például Kanada vagy Hollandia. A női vízilabda nagyon-nagyon magas szinten van minden országban, főleg az európaiakban, úgyhogy tényleg nagyon nehéz dolgunk volt. De sajnos szerintem mi nem leszünk díjazottak.